Épületfejlesztés és szolgáltató állam átadták a megújult Mohácsi járási hivatalt. 6 évet kapott a pécsi pedofil, 5 kiskorút molesztált a férfi. Tanévkezdés, elindult a munka a Fogyatékkal Élők Sportszövetségénél. Fejlesztés a pécsi állatkertben, virtuális szemüveggel oktatnak a zoóban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Megújult a Mohácsi járási hivatal. Az eredetileg 1920-ban épült ingatlan kapott új szárnyat, így téve teljessé a kormányhivatalhoz tartozó létesítményt. Szolgáltató állam, ezt akarja megvalósítani a kormányzat, erről beszélt az Avatón a területért felelős államtitkár. Így adták át a Mohácsi járási hivatal felújított épületét szerdán. A város polgármestere a kormányhivatalok megalakításának időszakára emlékezett vissza. A korábbi klasszikus okmányirodai feladatok, a gyámhivatali feladatok és egyes szabálysértési feladatok kerültek átadásra ekkor, tehát 2013. január 1-től, illetve hát átadásra kerültek kiváló kollégáink, akiktől sok esetben nem szívesen váltunk meg. A megyei kormány megbízott a 2016-ban elindult fejlesztési programról beszélt. Ennek jelszava az integráció. Nagyon sok házban lakunk, ennek a száma meghaladja a 100-at is, és ez a épületállomány az elmúlt időszakban nagyon leromlott állapot. Tehát az a jelszó, amelyet megfogalmaztunk az integráció, ennek a következtében több mint 38 épületet a KEHOP, a Környezet és Energia Hatékonyság Operatív Programon keresztül tudtunk 1,2 milliárd forint értékben felújítani. Az átadón ott volt a közszolgálatért felelős államtitkár is. Tuzson Bencével többek között a közigazgatás fejlesztéséről beszélgettünk a helyszínen, alkalmi stúdiónkban. De ez a mostani fejlesztés itt Mohácson, ez is arról szól, hogy egy egyszerűbb, jobb ügyintézést próbáljunk, vagy hozzunk létre, de a kormányablakok rendszere is erről szól, és a kormányablakok rendszerében azért azt láthatták a kedves nézők is az utóbbi időszakban, hogy arra szeretnénk törekedni, hogy olyan helyeken hozzunk létre kormányablakokat, amelyek forgalmas csomópontok. Ugye most már 295 kormányablak van Magyarországon a kormánybuszokkal együtt. Az államtitkárt a közigazgatáson kívül az aktuális, hazánkat érintő európai folyamatokról is kérdeztük. A teljes beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Mobilt rabolt egy fiútól 4 évre ítélték azt a férfit, aki még tavaly szeptemberben az utcán észrevette, hogy a kiskorú sértett fiú ruházatában egy mobiltelefon van, és elhatározta, hogy megszerzi. Odalépett a fiúhoz, megszólította, és egyszer ököllel megütötte a mellkasát. A sértett megtántorodott, ekkor a vádlott ezt kihasználva kiemelte a sértett zsebéből a mobiltelefonját, majd a helyszínről futva távozott. A sértett megpróbálta a vádlott után futni, hogy telefonját visszaszerezze, de nem sikerült. A pécsi járásbíróság 6 év fegyházra ítélte azt a férfit, aki gyermekeket molesztált egy játszótéren Pécsett. A férfi még 2014-ben rendszeresen megjelent az uránvárosi Szilárd Leó parkban, ahol fiú gyerekekkel ismerkedett. Itt azért, hogy a gyermekek bizalmába férkőzzön, gyakran fagylaltra, üdítőre meghívta őket, majd beszélgetni kezdett velük. Ezen beszélgetések során a gyermekeknek gyakran szexuális tartalmú témákat vetett fel. A vádlott 5 kiskorú, 9 és 12 éves gyermekkel ismerkedett meg, majd a fiúkat a közelben található szőlőskertjébe vitte. Simogatta, puszilgatta ezeket a fiúkat, ruhán keresztül megfogta a nemi szervüket, vagy éppen a saját ölébe ültette ezeket a fiúkat. Ezért a pécsi járásbíróság ezt a férfit szexuális erőszak büntette miatt ítélte el, más bűncselekményekben is megállapította egyebekben a bűnösségét. 6 év fegyházbüntetést szabott ki a férfival szemben, és 6 évre eltiltotta őt a közügyeknek a gyakorlásától, de mellett 4 évre kitiltotta őt abból a parkból is, ahol ezekkel a fiúkkal megismerkedett. A bíróság nem rendelt el kényszerintézkedést a vádlottal szemben, aki továbbra is szabadlábon van, emiatt az ügyész fellebbezést jelentett be, egyebekben pedig tudomásul vette az ítéletet, a védelem azonban a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
Elgázolt egy embert a Budapestről Pécsre tartó Szopiene Intercity vonat Bükkösd és Szentlőrinc között szerda délelőtt, tájékoztatta a MÁV az NT-t. Mint írták, a hatósági intézkedéseket befejezték, a vonat közlekedés fokozatosan állt helyre a Budapest-Pécs vonalon. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság az MT érdeklődésére közölte, egy 37 éves férfit a nyílt pályán gázolt el a vonat. Életveszélyes fej- és bordasérülésekkel szállították kórházba. Új műszert kapott a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. Az eszköz a hasfalon keresztül lehetővé teszi a magzati szívhangok és a fájás tevékenység mérését és regisztrálását. Érdekesség, hogy a modern eszközre a forrás egy részét egy jótékonysági koncert fedezte Váradi Marianna és Boros Misi közreműködésével. A Pécsi első Lions Club adományozta a műszert a klinikának, amellyel évente több mint 4000 vizsgálatot végezhetnek majd el. A készüléket azt valószínűleg a szülőszobán fogják most üzembehelyezni, a szülőszobán pedig a vajudók, tehát a szülőnőknél a magzati szívhangok monitorizálására, aminek a változása a vajudás alatt, hogyha kóros irányban történik, akkor nyilvánvaló, hogy a szülés mielőbbi befejezése szükséges. Tehát kvázi ez egy ilyen riasztóként működik ez a készülék, amikor kóros szív hang anomáliát észlelünk, akkor be kell avatkozni. Tehát az esetleges méhen belüli oxigénhiányos állapotot jelzi, és akkor ezt meg lehet előzni a súlyosabb károsodást. A rendőrség a 2018-2019-es tanévben is folytatja hosszú évek óta folyó kampányát. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. Az iskola rendőre program, amit 2008-ban kezdtek meg a rendőrök, az idei tanévben is folytatódik. Szeptemberben a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. 15. jubileumi tanévét kezdte meg a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetsége. Az ünnepélyes tanévnyitóra a megye minden intézményének képviselőjét meghívták, ahol tanulásban akadályozott értelmi sérült, mozgásában akadályozott vagy speciális szakiskolás fiatalokkal foglalkoznak. Idén csak nem 20 versenyt rendez a szövetség, köztük egy országos döntőt is. 71 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Pécsi Állami Gyógypedagógiai Iskola, a mai Éltes Mátyás egymi elődje. A kezdetektől napjainkig az intézmény jelentős fejlődésen ment keresztül. Jelenleg a régióban lakó, speciális nevelést, oktatást igénylő, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista és mozgássérült tanköteles korú tanulók járnak az iskolába. Az események tekintetében egy nagyon gazdag időszak következik, én úgy gondolom, hiszen azon túl, hogy sportversenyeket szervezünk, egyéb tanulmányi versenyeken is részt veszünk, és iskolánk ebben az esztendőben egy országos tanulmányi versenyt is szervez, aminek lesz olyan területe, ami a sporttal van nagyon szoros kapcsolatban. Úgyhogy nálunk ez egy nagyon kiemelt terület. Korábban csak 4 tusa versenyt rendeztek a fogyatékkal élőknek, mára már több mint 10 sportágban tevékenykedik a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetsége, mely 15. tanévét kezdi meg. A megye idén a tanulásban akadályozottak számára kiírt zsinórlabda diákolimpia országos döntőrendezési jogát is elnyerte. A megyei szövetség részéről egy 12-14 diákolimpiai verseny lesz a fogyatékkal élőknek, és 18 szabadidős sportrendezvényünk várható. A szerződéskötés megtörtént a FODIS-szal, az első pénzek meg is érkeztek, úgyhogy minden biztosítva van arra, hogy el tudjuk kezdeni az évet.
A tanulásban akadályozottaknak, az értelmi sérülteknek és a speciális szakiskolásoknak a sport nem csak a versenyt jelenti, hanem a terápia része. Az ünnepélyes tanévnyitón köszöntötték azokat a kollégákat is, akik sokat tettek a fogyatékkal élő gyerekek sportjáért. Nagyon nagy boldogságot jelentett számomra is a gyerekek szemében látott öröm, amikor egy-egy sikerélményhez jutottak, és ez nem csak őket motiválta, hanem engem is, és tulajdonképpen 7 éven keresztül minden évben ott voltunk az országos döntőbe atlétikából. A nyári pihenő után a fogyatékkal élő diákok október 4-én a Tanak Eseni őszi atlétika versenyén mérhetik össze tudásukat a Várkői Ferenc Diák Sportcentrumban. Több hektárnyi területen kapott lángra a bozótos kővágó szőlős és kővágó töttös határában kedden. A tűzesethez a pécsi, a szigetvári, a siklós és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték a lángokoltását, amint egy 5 hektáron égő tüzet délutánra sikerült megfékezni. A Magyar Népmese napja alkalmából egész napos programsorozattal készül a Gombolyító terápiás műhely. Lesznek előadások, gyerekcsoport, alkotósarok, felnőtt csoportok, este pedig gyertyafényes mesemondás. A szervezők célja, hogy minél több embernek megmutassák, mi dolguk modern emberként a mesékkel, gyerekkorban, fiatalként és érett felnőttként. Egyszer volt, hol nem volt, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Gyermekkorunkban gyakran hallhattuk ezeket a mondatokat. Idén szeptember 29-e csak a mesékről fog szólni. A Magyar Népmese napja alkalmából egésznapos programokat szervez a Gombolyító terápiás műhely. Az előadások mellett gyermekprogramok, alkotósarok, este pedig gyertyafényes mesemondás várja az érdeklődőket. Elsősorban a legfontosabb célunk ezzel az, hogy megmutassuk egy kicsit az embereknek azt, hogy mesélni jó, mesét hallgatni jó, és hogy megtapasztalják egy kicsit annak az örömét, hogy milyen jó a mesében együtt lenni, közösségként együtt hallgatni a mesét, egészen kicsi óvodáskortól a felnőtt korig. Az eseményre Somogy és Tolna megyéből is érkeznek szakemberek. A meseterapeuták kötetlen beszélgetést is szerveznek, ahol bárki tehet fel kérdéseket az aktuális témákkal kapcsolatban. A programok reggel 9-től egészen este 6 óráig tartanak majd a civil közösségek házában. A rendezvényre pedig ingyenes a belépés. A Pécsi Vagyonhasznosító ZRT egy horvát-magyar határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően idén utolsó alkalommal rendezi meg az őszi vásári kavalkádot. A délelőtt folyamán tamburás vendégcsalogatótól, fergeteges mazsoret produkciótól, zsonglőr bemutatótól, báb előadástól és egy horvát nemzetiségi műsortól lesz hangos a búzatéri termelői piac és környéke. A szórakoztató szabadtéri programok mellett kézműves és őstermelői portékek teszik még színesebbé a vásári hangulatot. Dinoszauruszokkal is találkozhatnak a gyerekek 2019-től a pécsi állatkertben. Országosan egyedülálló fejlesztés, hogy az oktatás könnyítése érdekében a gyerekek egy virtuális szemüveg segítségével közelebbről is megismerkedhetnek a különböző korok sajátosságaival. A VR szemüveget szerda délelőtt egy sajtótájékoztató keretében ismertették a pécsi állatkertben. Időutazáson vett részt anya és lánya a pécsi állatkertben, hiszen a fejükön látható szemüveg segítségével nagyjából az 500 millió évvel ezelőtti meccsek közepébe csöppentek. Én láttam dinót, meg ráját, meg halakat, meg még koralt is, mindenfélét, ami a vízben volt régebben. Nagyon élethű élmény volt? Nagyon. Igen. Nekem a vízeses tetszett a legjobban, dinók nem. Nekem minden tetszett. A fejlesztők rengeteget ötleteltek azon, hogyan is lehetne az alkalmazást úgy kifejleszteni, hogy a gyerekek számára is könnyen kezelhető legyen, és Pécs is megjelenjen előttük. Végül kialakítottuk, hogy tényleg a pécsi medencét lássuk, és kiemelkedik egy nagy szírt, ami szerintem egy nagyon zseniális lépésnek tartok, mert onnantól kezdve sokkal áttekintetőbbé vált, hogy hogyan vezessük rá a bemutatandó korszakokra
a látogatókat. A Mecseki Természettudományos Élményközpont fejlesztés címet viselő Európai Uniós pályázat keretében az állatkert 500 millió forintos támogatást nyert. Egy olyan élménypedagógiai központot alakítanak ki majd az állatkertben, ahová 2019-től több 10 000 gyereknek biztosítják az állatkert látogatását, valamint élményórákon is részt vehetnek majd. 2019-es tanévtől kezdődik majd a projektnek a megvalósítása. Innentől 3 éven keresztül fognak érkezni Baranya megyéből diákok Pécsről, illetve vidékről az élményközpontba, és ők fogják majd felhasználni az oktatásaikon. Országosan egyedülálló a pécsi állatkert fejlesztése. A VR szemüveg segítségével a kisiskolások testközelből ismerkedhetnek meg a dinoszauruszokkal is. Idén ismét megrendezik a Pécsi Napokat szeptember 20-a és 23-a között. A programok sorát szabadtéri koncertek nyitják a Széchenyi téren. Különböző zenei stílus képviselőivel is találkozhatnak az ide látogatók. Emellett kézműves vásár, kulturális rendezvények és gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket. Idén a második Pécsi Tanuló Fesztivál programjaival egészül ki a fesztivál. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Jól haladnak a top források pályázatainak megvalósításai. Erről is beszámoltak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége főjegyzői kollégiumának kaposvári ülésén. A Somogyi Vármegyeházán tartott ünnepségen a főjegyzők tárgyaltak továbbá az önkormányzati feladatok segítését végző és szabályozó informatikai rendszerről, amelyet a megyei önkormányzatok is bevezetnek. Megyei szinten 6-8% többletforrás jut az eddigi kereten felül a top pályázatokra a költségek növekedése miatt, hangzott el a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének főjegyzői kollégiumi tanácskozásán. A résztvevők a területi operatív programokkal kapcsolatos kérdéseket is megtárgyalták. Jó úton járunk, rengeteg jogi meg Európai Uniós útvesztőbe keverednek bele az önkormányzatok, így mi is, de ezeket sikerül, úgy látjuk, hogy sikerül megoldani. És amikor ezek megoldódnak, akkor úgy látható, hogy ez a jelentős összeg, amit az Európai Uniótól nyert Magyarország, ez az ország javát fogja szolgálni, és megvalósulhatnak azok a projektek, amiket a települések készítettek ennek érdekében. A megvalósításról is szót ejtettek a résztvevők, akik a megyékben előforduló tapasztalatokat is egyeztették. Somogyban az elnyert pályázatok végrehajtása még javában tart. Most már azért elkezdődtek a pályázatok átadásai, illetve a lezárt projekteknél a fejlesztéseket bemutatjuk a nagyközönségnek. 43 milliárd forrásból, kicsit több mint 43 milliárd forrásból, 2 milliárdnyi forrás nincs még lekötve. Várható lesz majd további pályázati kiírás. A főjegyzői kollégiumnak 19 megyei jegyző a tagja. Ők tartották hagyományos tanácskozásukat ezúttal a Somogyi Vármegyeházán. Ez a kollégium tulajdonképpen a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége mellett működő munkaszervezet, vagyis azok a feladatok, amiket a megyei önkormányzatokat érik, azok itt kerülnek megbeszélésre, hogy ezeket hogy hajtsuk végre egységesen, mik a problémák, azokra kidolgozzunk különféle javaslatokat, amiket az elnökök képviselhetnek a megfelelő helyeken. A megyei önkormányzatok 2019. január 1-től csatlakoznak az úgynevezett ASP rendszerhez, erről is tanácskoztak a jegyzők. Az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszer célja, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan is igénybe vehetők legyenek. Az ülésen emellett szó volt a GDPR, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet megyei önkormányzatok